Ligeti József a hat jelölő szervezet köztük a Mindenki Magyarországa mozgalom támogatásával nyert képviselői mandátumot a tavaly őszi önkormányzati választáson. A mozgalom elnökségi tagja, így a szolnoki többséget alkotó pártok nevében is arra szólította fel Ligeti Józsefet, hogy adja vissza mandátumát. József elvileg minket képviselt volna, de ehelyett egy tál eladta a civilek becsületét és a rájuk szavazók bizalmát ami megrendítő a számunkra, és ezért felszólítom Ligeti Józsefet, hogy adja vissza mandátumát. Galó György Péter, a szolnoki Többség Jobbik önkormányzati képviselője azt mondta, Ligeti Józsefet a szolnoki Többség pártjai támogatták, a szövetség színeiben indult az önkormányzati választáson, melynek szimpatizánsai szavaztak neki bizalmat. Kilépésével ezt a bizalmat játszotta el. Miskolci László azt mondta, Ligeti József nem spontán döntött kilépéséről. Szerinte ez egy előre megtervezett akció volt a képviselő részéről. Az alpolgármester kérdésünkre, hogy mire alapozza kijelentését, a következőt válaszolta. Visszagondolva azért, ha összeadogatjuk azokat az anomáliákat, amik a közös ellenzék összefogásától indul, minden apró jel arra utal, hogy hogy való igaz, hogy ez, ez, ez nem egy spontán akció volt, hanem már előre megtervezett akció is lehetett a képviselő úr részéről. Györfi Mihály pedig azt mondta kérdésünkre, Ligeti József -el ellentétben ő nem ad ki beszélgetést, de a Miskolci László által említett feltételezés több, mint feltételezés. Nehogy az legyen, hogy csak megmégézés. Ott voltunk annál a telefonbeszélgetésnél, amikor Ligeti képviselőtársam szinte bevallotta, ahogy már figyelte Fajcsák Károly képviselőtársamat. Györfi Mihály hangsúlyozta, olyan még nem fordult elő a szolnoki demokrácia történetében, mint amit Ligeti József tett, hogy személyiségi jogokat megsértve ad ki információkat. A szolnoki többség 21. század frakciójával pedig a mai napig nem közölte hivatalosan kilépését a képviselő. A polgármester és a város jegyzője viszont már korábban tudott a döntéséről, ez pedig inkorrekt lépés volt, tette hozzá Györfi Mihály. A sajtótájékoztatón a város költségvetésének koronavírus járvány miatti módosításáról is szó volt. Györfi Mihály a hatályos kormányrendelet miatt konkrét részletekről nem, csak irányelvekről számolhatott be. Vagy Károly kezdeményezését a szolnoki többség támogatja, folytatta az alpolgármester, mely szerint felülvizsgálják azokat a költségeket, amiket nem kötelező feladat ellátására kaptak a szervezetek. Györfi Mihály hozzátette, jelentős kiesést jelent a város költségvetésében, a járvány miatti leállás okozta csökkenő iparűzési adóbevétel. Várhatóan az elkövetkezendő időszakban való, nagy valószínűséggel egy igen jelentős mértékben sajnos, de csökken az iparűzési adó Mértéke. Ez azért fontos elmondani, mert ezzel ugye a szónokon különösen az intézmény hálózatot helyi adóbevételekből finanszírozza a város. Amit még ezzel kapcsolatban szeretnénk, hogy mindenképpen a szónoki többség és Fajtsákáró képviselőtársam javaslatára hogy szeretnénk mindenképpen, hogyha a szolnoknak az adóbe a, a, a iparűzési adója mindenképpen szolnok kezén maradna. Az alpolgármester elmondta azt is, hogy szeretnék, ha a szolnoki védekezés várhatóan több mint 100 milliós költségeit a kormány a későbbiekben megtérítené.